A DVTK labdarúgó csapata már javában készül az NB2 szezonrajtjára. A hétvégén már az első edzőmérkőzést is lejátszák az NB1-es Kisvárda ellen. A csapat szinte teljesen átalakult. A légiósok távoztak, a piros-fehérek idén teljesen magyar kerettel vágnak neki a bajnokságnak. Több új magyar játékos is érkezett a csapathoz. A következő percekben a frissen érkezett középhátvéd Szatmári Csabával és a középpályás Szeles Tamással beszélgettünk az első benyomásaikról. Tűző napsütés és pokoli meleg. A nyár közepén is készül a DVTK felnőtt labdarúgó csapata. Hétvégén játssza az együttes az első edzőmérkőzését. A pályán rengeteg ismerős arc, de sok az új játékos is. Köztük Szatmári Csaba. A magas középhátvéd Debrecenből érkezett, és már most tudja, hogy nem csak egy-két évre szeretne berendezkedni Miskolcon. Legfőbb célja, hogy a Diósgyűr egyik meghatározó figurája lehessen. Szatmári Csaba vagyok, Debrecenből érkeztem. Hosszú távon gondolkodok itt a Diósgyűrnél, ugyebár egy, nem tudom, hogy lehet mondani, egy 2 éves szerződés írtam alá, szóval utána is szeretnék itt megragadni, mint csapattag. Remélem, hogy itt a másodosztályból az idény végénre feljutunk az első osztályba, és akkor ott az első osztályban megmutassuk tényleg, hogy erős csapat vagyunk. De magamról annyit, hogy én Debrecenben nevelkedtem végig, Debrecenhez kötöttem. Most kaptam egy új lehetőséget, új impulzus, hogy megmutassam magamat egy másik klubba, és ez a célom. Szintén nagy célokkal érkezett Szeles Tamás is. A labdarúgó már kiskora óta rúgja a bőrt, az Illés Akadémián nevelkedett, ahol egyből profi szerződést ajánlottak neki, de ő egy évre mégis felhagyott a labdarúgással. A pálya viszont nem engedte. Először Mezőkövesden találta meg a helyét, most pedig azért csomagolt, hogy a Diósgyőr labdarúgója lehessen. Szeles Tamás vagyok, 5 évesen találkoztam úgy labdarúgással, szüleim irattak be Salgótarjánba, ott 14 éves koromig ott nevelkedtem. Onnan kerültem el Szombathelyre, az Illés Akadémiára. Ott is elég sokat, ott 6 évet töltöttem. Majd volt egy kis törés a karrierembe, honvágyam volt. Hazamentem Salgótarjánba, kaptam volna egy profi szerződés Szombathelyről, de visszautasítottam. És inkább a családot választottam egy évre. De az egy év alatt volt időm gondolkodni, és mivel családos ember voltam, meg igazából nekem is voltak céljaim, és szerencsém is volt, ugyanis Mezőkövesdre bírtam kerülni, és ott is töltöttem szép 7 évet, így utólag nem bántam meg semmit. És most 7 év után most itt vagyok Diósgyőrbe célokkal, és hát bízom benne, hogy fel tudunk jutni. Szatmári Csaba szintén majdnem a bűvös hetes után hagyta ott a lokit. Nehéz döntés volt, hiszen kiskorától Debrecenben játszott. Most először igazoltál más klubba, furcsa is most még a helyzet számára. Fura volt ott hagyni Debrecent, közel 7,5 évet töltöttem az első csapat tagjaként, és úgy gondolom, hogy kellett már nekem is az új impulzus, környezetváltás. Szerencsére egy hasonló klubhoz sikerült keverednem, mint a Diósgyőr itt is, sőt, ha nem is, még jobban itt az emberek itt a városban még jobban preferálják itt a focit, ugyebár ezt tudjuk mi is ott Debrecenben, tudtuk, ezért is választottam inkább ezt a klubot, és ugyebár megvan itt magának a szépsége, a stadion is, ahogy lehet látni, minden adott a jó teljesítmény leadásához, és ez a célom. Jól teljesíteni, ez természetesen a legfőbb célja a DVTK új középpályásának is. A borsodi riválistól érkező Szeles Tamás ugyan főként védekező típusú játékos, de betalált már. Ráadásul egyetlen NB1-es gólját pont a DVTK ellen szerezte. Az egyetlen gólom, hát NB1-be, az az egyetlen gól Diósgyőr ellen volt. 7 év után furcsa volt, megmondom őszintén, még ott tartok, hogy a beilleszkedésnél szokom a közeget, de igazából amikor megkerestek, hogy szívesen látnának itt Diósgyőrbe, szeretnének visszajutni, és kérdezték, hogy lenne kedvem, igazából nem sokat gondolkoztam rajta, hogy igazából játékos csere is volt benne, Mezőkövesd is, a Diósgyőr is nyitottak voltak erre az üzletre, és igazából én is nyitott voltam. A beilleszkedés fontos kérdés, ráadásul a piros-fehéreknél a klub mellett a szurkolótábor szívét is meg kell hódítani. Szatmárit arról kérdeztük, mit hallott eddig a piros-fehérek szurkolótáboráról, mi a véleménye róluk.
Igen, hallottam róluk, és volt részem már előttük is játszani. Nem ebbe a stadionba szerencsétlenség okok miatt, de már például egy mezőkövesdi ideiglenes otthonként ott játszottam, és lehetett hallani, hogy van bennük tűz, úgy nagyon tudják buzdítani a csapatot, és ez tetszett nekem is, ez is egy fontos szempont volt, és remélem itt a másodosztályban is itt ugyanúgy fogják kezelni a meccseket, mint az első osztályban. Remélhetőleg minél több szurkoló ki fog látogatni, és akkor buzdít minket, ez nagyon fog minket segíteni a pályán, és nagyon fontos lenne egy jó rajt, hogy még több embert tudjunk visszacsalogatni a stadionba, és adja Isten egy teltházas mérkőzések során tudjunk feljutni. A drukkerek híre természetesen a Diósgyőr új középpályása számára sem ismeretlen. Igazolásának döntését is befolyásolta a piros-fehér hangulat. A stadion avatón az ugye megmaradt bennem, hogy sok néző előtt játszhattunk, és át akartam élni azt a lehetőség azt, hogy 15 000 ember szurkol nekünk, és hát nagy célok vannak itt, fiatal csapat van, és hát szerettem volna is tagja lenni, így örömmel jöttem. A cél boldoggá tenni a szurkolókat és sikerre vinni a csapatot. A Debrecenből érkező középhátvéd irányító vénával rendelkezik, így minden adott ahhoz, hogy a jövőben igazi vezéregyéniséggé váljon Diósgyőrben. Szeretek hátulról irányítani csapatot, mozgatni szeretem azt, ha ugyebár előttem azt csinálják, amit én mondok. Szerintem már rendelkezek olyan tapasztalattal, hogy úgymond nem hülyeségeket beszélek a pályán, hanem tényleg a fontos dolgokat beszélem a csapatnak. Stílusomban próbálok határozott lenni, feljátékban, úgy, mint a földön is. Szeretek egy-két ilyen extrább megoldást választani. Azokban ugyebár benne van a kockázatveszély, de például a hosszabb játékokban, hosszabb passzokban is szeretem néha elengedni, és próbálok minden pontrugásnál veszélyteni a ellenfél kapuja előtt. Veszélyesnek lenni az ellenfél kapuja előtt és hátulról szervezni a játékot. Igazi vezérmentalitás. Szeles Tamás pedig egy másik oldalára világít rá a dolgoknak. Őt, mint mondja, sosem a gólszerzés hozta lázba, inkább az, ha kapott gól nélkül hozta le a csapat a mérkőzést. Ebből adódóan ő is inkább hátul segít majd a csapatnak. Igazából az én elsődleges pozícióm az a belső védő volt, viszont játszottam védekező középpályás, valószínű majd védekező középpályásként fogok szerepelni, de az még igazából még 5-7 van a felkészülésben, azt még idővel meglátjuk, beszéltem a mesterrel is, és mondta, hogy támogatja a védekező középpályás pozíciót. Igazából, ha ott szerepelek, legfőképp a labdaszerzéseket abban próbálok dominálni, az erényeimben segítek a labdakihozatokban, igazából és a akarat, a lázad, a sok futás, szeretek többet dolgozni azok helyett, akik mondjuk előrefele többet vállalnak, csak az gólt szerezhessünk. Az új igazolások számára kiemelten fontos a diósgyőri atmoszféra. A szurkolók már érkezésük pillanatától ott vannak a fejükben, szívükben. Most sem hagyták ki a lehetőséget, hogy üzenjenek nekik. Szerintem el kell fogadniuk azt sajnos, hogy másodosztályba szerepel a csapatuk, de szerintem sok fiatal és magyar játékos lesz ebbe a csapatba, és adja Isten, jól induljon a rajtunk, és jöjjenek ki minél többen, ahogy csak lehet, szurkoljanak, buzdítsák a csapatot, és ezt lehet nem fog nekik tetszeni, de akkor is kérem ezt tőlük, mikor nem úgy megy a játék, nem úgy jön véletlenül egy-két eredmény. Sajnos ez az NB2-ben benne lesz, hogy egy-két meccs nem úgy sikerül, ahogy azt mi is, és a szurkolók is elvárják, sajnos ez a másodosztály, ez egy ilyen. Én már részese voltam, tudom milyen, és akkor is annyit lehet tőlük kérni, hogy jöjjenek biztosanak, mert tényleg az a csapatot segíti, és lehet hamarabb ki fogunk így lendülni együtt a hullámvölgyből, és újra megtaláljuk az utunkat a feljutás felé. Én azt fogom megígérni, hogy amikor pályára lépek, akkor maximálisan teszem magam, és próbálom az erényemet csillogtatni, az a munkamorál, a alázat, akarat, és az, hogy büszkén fogom viselni a diósgyőri címet, hiszen ez nagy megtiszteltetés egy ekkora klubnak ezért játékosra lenni. A két igazolás akár már a szombati első edzőmérkőzésen be is mutatkozhat. A Diósgyőr új felállásban a Kisvárda csapatát fogadja hazai pályán.